szeretettel köszöntök mindenkit! A 60. Kocsis Albert Zeneiskola művésztanárainak, növendékeinek hangversenyünk, a Bach Mindenkinek Fesztivál. Műsorunk kezdetén Bach ária szólalt meg Bisztupáj mi, és engedjék meg, hogy először is megköszönjem a kolléganőimnek a csodás kísérletet, akik nagyon elszaladtak most pedig. Buda Adriát hallották fogorán, Dávid Eszter hegedű, Lázián Gáborné cselló, Szabóné Csokka Fruzsina cselló. Albertné Juhász Tükle volt. Fesztiváligazgató, tuba művész levelét. Köszöntök mindenkit a Bach Mindenkinek Fesztivál egyedülálló és varázslatos világában. Bach Mindenkinek Fesztivál 2015-ben alapult azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach dallamain keresztül mindenkivel megismertesse a komoly zenei kultúrán sokszínűségét és végtelen szépségét. Az elmúlt évek óta tartó folyamatos társadalmi, egészségügyi és humanitárius nehézségek idején különösen is nagy szükség van arra, hogy az emberekhez gyógyírként eljussanak Bach dallamai, mert azok valóban kiemelik a hétköznapokból és gyógyítják a lelket. Bach muzsikusként, tanárként és családapaként is példaértékű lehet mindannyiunk számára. A Bach Mindenkinek Fesztivál minden évben lehetőséget nyújt a koncerteken az adakozásra. Idén a Bethesda Gyermekkórháza kedvezményezett. A befolyt összegből a kórház 10 éves fájdalomkezelő ambulanciájának az eszközparkját szeretnék fejleszteni. Kérjük, ha tehetik, önök is adakozzanak erre a nemes célra. Részletes információk a weboldalunkon találhatóak. A magyarországi programokon túl a Bach Mindenkinek Fesztivál mindig feladatának tartotta, hogy a határainkon túlélő magyarsághoz is színvonalas eseményeket vigyelni. Büszkén mondhatjuk, hogy ebben az évben mind a szlovéniai, horvátországi, szerbiai, romániai, szlovákiai, ausztriai magyarok lakta településeken, sőt nagy örökünkre idén a nehézségek ellenére az ukrajnai Kárpátalján is felcsendülnek Bach dallamai. Bízom benne, hogy a Bach Mindenkinek Fesztivál alatt kultúránk és összetartozásunk csodáit együtt tudjuk felfedezni és újraélni a művészet határtalan erejének segítségével. Elsőként növendékünk következik. Bach Szicíliánóját fogja előadni, Kelemen Kitté fuvolán. Felkészítő tanára Buda Adrien, zongorán kísér Szabóné Csonka Fruzsina. Hallgassák szeretettel! Thank you.
egyedi duó következik. Hajnal Csenge és Dávid Eszter egy részletet fognak előadni a Parasztkantátából. Fogadják szépen!
Az imént fölcsendülő Gédul menüette most hegedűn is meghallgatjuk Szabó Barna előadásában. Felkészítő tanára Dávid Eszter, zongorán kísér Szabó Csonka Fruzsi. Thank you.
következő fellépő növendékünk Ballók Ábel, aki trombitán fogja előadni C-moll burrét. Tanárunk Béler Balázs, zongorán kísér Szabóné Csonka Fuzsina. Két szólamú invenciókat hallgathatnak meg zongorán. Először is Bene Ágnes fogja előadni az F-dur két szólamú invenciót. Tanára Pintér Édikó. Thank you.
szekciója következik, egy nagyon különleges hangszeren, harmonikán fogja előadni nekünk Nagy Torma Krisztina, az Ezmor Preludium és Fugát. Hallgassák szépen! Thank you.
Bocsis Albert Zeneiskola Fovola kvártettje következik. Szalánci Johanna, Bezzeg Lilla, Szalai Bognárka és Varga Tímea előadásában felsendült a Vladimir, felkészítő tanárunk Buda Adria. Thank you.
Visszakanyarodunk a barokk muzsika világába ismét. D-moll hegedű kettős verseny első tétele következik. Előadják Kuporka Krisztófer és tanára Dávid Eszter. Thank you.
D-dur suite második tétele következik, vagy közismertebb nevét E. Kamarazenekar fogja előadni. Buda Hadrián, Fuvolán, Dávid Eszter, Hegedű, Lázián Gáborné cselló, Szabóné Csonka Fruzsina csembaló. Thank you.
énekes produkció következik. Orbán Flóra Lili, Bach magnifikátjából az Et exultavit kezdetű áriát fogja előadni. Zongorán kísér Mezei Rita. Felkészítő tanára Szabó Krisztina. És most kérem, hallgassák meg Mezei Rita zongora művész előadásában G-moll angol szvit Gavotte első-második tételét. Thank you.
áriatételt hallhatunk Bach magnifikátjából, Via Restexit, előadja Szabó Krisztina éneklővész. Zongorán kísér, Mezei Rita zongorán kísér. Számunk előtt szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket. A szervezők nevében pedig köszönöm a fellénkölt növendékeknek és szüleinek, művésztanár kollégáinak a közre. Szeretném, hogyha a műsorszám után minden fellépő feljönne majd a színpadra egy közös fényképereig. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. A záró műsorszám.
G-dur trió szonáta lesz a kamarazenekar előadásával. Köszönjük figyelmet!